ahhoz, hogy húsvéti tojás, hímes tojás legyen, ahhoz már még a hagymahajat jó előre beáztatták, majd azután nagy pénteken a templomból kijöttünk, és megfőzték a tojást, és akkor délután összeült a család, hát mikor ki, lányok is összeültünk, és abban az időben nem volt, nem volt olyan lehetőség, hogy hogy ezzel azzal rajzoltuk, hanem egy ilyen kis köpörszös valami volt az olyan, mint egy kis kés, és azzal olyan gyönyörűen, és ugye annyira versenyeztünk, hogy még tudsz ebbet készíteni belőle. Na és hát ugye ez elkészült, hát a húsvét első napja, az természetes, hogy Templommal kezdődött, délután a lányokkal sétáltunk abban az időben, mert televízió vagy hasonló dolgok abszolút ugye nem voltak, de a sétálás az megvolt, és a második nap reggelén már ugye vártuk a fiúkat. És mi lányok abban az időben sok fiúk jöttek, mert hát nem nagy volt az én kis falum, de azért barátságos emberek éltek benne. Abban az időben nem volt uh, hűtőlára hűtőszekrény, hanem a padon tartottuk a füstölt húsokat. És volt idő, hogy ugye egy szál azért csak meghagytunk a húsvétra, és mikor mentem a padra, vagy az öcsém, akkor mindig utánam kiáltott édesapám, hány szál van még? Ha egy van, az hagyjátok húsvétra. <laughs> és akkor hát a húsvét, a húsvét az, az, az porlós kalással már később, vagy süteménye, költes hát abban az időben még ilyen krémes süteményeket nem sütöttek, már csak amikor már ide kerültem, már, már a 60-as években jött ugye a divatba, de addig, addig ilyen egyszerűen, szépen megvolt a húsvét. Sőt, hát este, második este ugye bál volt, hát a lányok, fiúk jöttek zápszonyból a a zenészek, onnan jött zenész, először kaszonyból, azután zászonyból, és hát olyan szépen húzták, hogy mi a csak jártuk, és megünnepeltük a húsvét másodnapi esélyét is. Ennek a tojásnak is a, 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 az a szimbóluma tulajdonképpen, úgy már öreg fejemmel rájöttem, hogy az a szimbóluma ugye, hogy a tojásból is élet van. Először ugye már a tyúk, az elment, levágtuk, stb., és a tojásból ismét élet lett. És ezt azt szimbolizálja, hogy akik az Úr Jézusba bíznak, hisznek, elhiszik, hogy lesz feltámadás, ha benne járnak, az ő útján járnak. Így gondolom én.